Zinedine Zidane-nál betelt a pohár, és durván kiosztotta a Real Madrid játékosait. A nézőt megütő Neymarra akár 8 meccses eltiltás is várhat. Tovább szárnyal az Ajax a Bajnokok Ligájában, a holland csapat ezúttal a Tottenhamet verte meg. Gennaro Gattuso a szezon végén várhatóan távozik a Milán éléről. Paul Scholes úgy véli, Paul Pogba álomvilágban él. Nézd meg a videót, hogy értesülj a foci világ legfrissebb híreiről. Olaszországi sajtóinformációk szerint az AC Milán a szezon végén megválik Gennaro Gattuso vezetőedzőtől. Mert hogy az utóbbi másfél hónapban jelentősen visszaesett a piros-fekete mezes együttes teljesítménye, amely akkor a harmadik helyén állt az olasz bajnokságban, ám a városi rivális Inter elleni 3-2-re elveszített derbi óta mély repülésben van. A Milán a legutóbbi 7 bajnokiából mindössze egyet tudott megnyerni, továbbá 2 döntetlen és 4 vereség a mérlege. Ráadásul a múlt héten az olasz kupa elődöntőjéből is kiestek, miután a Lazio 1-0-ra nyert a San Siróban. Legutóbb pedig a Torino otthonában szenvedtek 2-0-ás vereséget a milánóiak, melynek következtében a negyedik helyről visszacsúsztak a hetedik helyre a tabellán. Ezzel együtt pedig nem csupán a Bajnokok Ligája, hanem az Európa Liga indulás is bizonytalanná vált. A torinói összecsapás után a Milán vezetősége összeült Gennaro Gattuso vezetőedzővel, ahol állítólag a sportigazgatóként tevékenykedő Leonardo nem fogta vissza magát, és erőteljesen felemelte a hangját a pályán látottakkal kapcsolatban. A körülbelül 1 órás válságértekezleten a sajtóhírek szerint az a döntés született, hogy a jelenlegi idény végéig Gattuso irányítja az együttest, ám a vezetőség a szezon végén szinte biztosan leváltja a szakembert, függetlenül attól, hogy a Milán hogyan zárja az idei kiírást. Időközben több név is felmerült a sajtóban Gattuso lehetséges utódjaként. A jelöltek között ott van a jelenleg munkanélküli Antonio Conte, a Chelsea-t irányító Maurizio Sarri, az Atalantával kiváló szezon futó Gianpiero Gasperini, illetve a Rómától nemrég menesztett Eusebio Di Francesco is. A Sport Media Set úgy tudja, hogy utóbbi olasz tréner kinevezésére van a legnagyobb esély. Élesen kritizálta Paul Pogbát a Manchester United korábbi legendája, Paul Scholes. Az egykori kiváló középpályás úgy véli, a francia játékos nem elég elkötelezett a Manchester United iránt, amit egyértelműen bizonyít, hogy nem ad bele mindent a meccseken. Scholes elmondta, hogy elismeri Pogba képességeit, ám ha azt akarja, hogy a világ legjobbjai között tartsák számon, akkor hétről hétre világklasszis szinten kell teljesítenie. A korábbi 66-szoros angol válogatott ikon szerint Pogba a saját maga kis álomvilágában él, ahol ő a világ legjobb játékosa, ebből az álomból viszont ideje lenne felébrednie. Scholes úgy véli, a Unitednek nagy szüksége lenne egy Roy Keane-féle habitussal rendelkező futballistára, aki a Pogbához hasonló játékosokat helyre tenné. Pedig a világbajnok francia középpályás teljesítménye Ole Gunnar Solskjær kinevezése után jelentős mértékben feljavult, ám az elmúlt hetekben ismét a korábbi gyenge formáját mutatja, ami egyesek szerint annak köszönhető, hogy időközben elkötelezte magát a Real Madridhoz. Scholes ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az ő idejében meg sem kottyant a csapatnak, ha egy-egy klasszis elhagyta a klubot, elég csak David Beckham, Cristiano Ronaldo vagy Ruud van Nistelrooyra gondolni. Azonban a mostani, gyengébb játékerőt képviselő csapatnak hatalmas csapás lenne egy Pogba kaliberű futballista elvesztése. A Real Madrid és a Juventus után a Tottenham Hotspur otthonában is nyerni tudott az Ajax együttese, amely a Bajnokok Ligája elődöntőjében Donny van de Beek góljával 1-0-ás győzelmet aratott Londonban. A találkozó elején alaposan bekezdett a holland csapat, az egyébként igen tartalékosan, többek között Son Heung-mint és Harry Kane-t is nélkülöző Tottenham csak nyomozta a labdát. Éppen ezért sem számított meglepetésnek, hogy az első negyed óra végén a vendégek előnybe kerültek. Ekkor Hakim Ziyech passzolt a lesatáról kilépő Van de Beekhez, aki a kiszolgáltatott Hugo Lloris mellett higgadtan a jobb alsóba helyezett. A 22 éves támadó gólja egyébként azt jelenti, hogy az amsterdami együttes története során először sorozatban 9. idegenbeli BL meccsen is be tudta venni az ellenfél kapuját. Az első fél óra Ajax fölénye után elkezdett éledezni a Spurs, ami a félidő hajrájában teljesen beszorította a hollandokat. Igaz, komolyabb helyzetet így sem tudott felmutatni. A második játékrészt még nagyobb elánnal kezdték meg az angolok,
akik hatalmas tempót diktáltak, és kapujukhoz szögezték a vendégeket, ám a góltól továbbra is messze jártak. Nem úgy, mint Erik ten Hag csapata, amely a 78. percben könnyedén eldönthette volna nem csak ezt a találkozót, hanem a továbbjutást is. Csak hogy David Neres közeli lövése után a labda a bal kapufáról kifelé pattant. A Tottenham ugyan mindent megtett az egyenlítés érdekében, ám nem tudta feltörni a vendégek jól szervezett védelmét. Az Ajax győzelme összességében megérdemeltnek mondható, már csak azért is, mert a hazai pályán játszó londoniaknak csupán egy kaput eltaláló lövésük volt az egész meccsen, ami negatív klubrekordnak számít a Bajnokok Ligájában. Ami pedig az Ajaxot illeti, a Bayern München és a Real Madrid után övék a harmadik csapat a legrangosabb európai kupasorozat történetében, amely egy kiíráson belül a nyolcaddöntő, a negyeddöntő és az elődöntő idegenbeli meccsét is meg tudta nyerni. A Tottenham igen nehéz helyzetből várhatja a visszavágót, hiszen a Bajnokok Ligája történetében eddig csak egyszer fordult elő, hogy egy csapat, amely otthon vereséget szenvedett az elődöntő első meccsén, végül ki tudta vívni a döntőbe jutást. Ez a csapat az Ajax volt, még az 1995-96-os kiírásban. Akár 8 meccses eltiltással is sújthatja Neymart a francia labdarúgó szövetség, miután a brazil játékos a Rennes elleni kupadöntőn, a díjátadó felé haladva, megütötte egy nézőt. A sértett több videófelvétel alapján azt kiabálta Neymarnak, hogy tanuljon meg játszani, mire a 27 éves támadónál elszakadt a cérna. Emiatt a francia szövetség akár 8 mérkőzésre is eltilthatja a brazilt, attól függően, hogy milyen vétségnek veszik Neymar ütését. Amennyiben mérkőzés utáni, bármely játékos, edző, segítő, játékvezető vagy néző elleni incidensnek ítélik az esetet, akkor legfeljebb 5 meccset kaphat, ami csökkenhet is, ha provokációnak minősítik a szurkoló beszólását. Amennyiben viszont durvaságnak, illetve sérülés nélküli, vagy sérülést okozó verekedésnek minősítik Neymar tettét, akár 8 mérkőzésre is eltilthatják. A fegyelmi bizottság várhatóan csütörtökön tárgyalja majd az ügyet, és akkor derül majd fény a büntetés mértékére. Rájár a rúd mostanában a brazil játékosra, hiszen nem is olyan rég az UEFA 3 Bajnokok Ligája mérkőzésre szóló eltiltása sújtotta, amiért közösségi oldalán kritizálta a játékvezetőket a Paris Saint-Germain BL búcsúja után. Neymar mostani tettét egyébként a PSG vezetőedzője, Thomas Tuchel is elítélte. A német edző azt mondta, hogy ehhez hasonlót soha semmilyen körülmények között nem engedhet meg magának egy játékos. Tuchel attól sem volt elragadtatva, hogy a dél-amerikai játékos a kupadöntőt követően nyilvánosan kritizálta társait. Neymar a vegyes zónában ugyanis azt nyilatkozta, hogy a csapat fiatalabb játékosai nem tisztelik az idősebb és tapasztaltabb futballistákat, és az edzőnek is visszaszólnak, ha nem tetszik nekik valami. A jelentések szerint a korábbi Barca sztár elsősorban Kimpembére és a kapus Areolára célzott, akikkel a találkozó után az öltözőben csúnyán összeszólalkozott. Tuchel erre úgy reagált, hogy megérti Neymart, de ez csak is az öltözőre tartozik, és nem a nyilvánosságra. A 45 esztendő szakemberrel kapcsolatos hír, hogy a L'Équipe francia sportnapilap úgy tudja, Tuchel márciusban hosszabbított a klubbal, és a 2021-ig érvényes megállapodása szerint az eddigi 5 helyett évi 7,5 millió eurós fizetés üti a markát. A legújabb hírek szerint a párizsi vezetők már bánják, hogy hosszabbítottak vele, és az elmúlt hetek gyenge eredményei miatt már a menesztését tervezik. Ez aligha meglepő, hiszen a katari tulajdonos színre lépése óta ilyen gyenge szezont még nem futottak a párizsiak. A fővárosiak egyébként tegnap este újabb vereségbe futottak bele. Ezúttal a Montpellier otthonában kaptak ki bajnoki meccsen 3-2-re. Mint ismert, a Real Madrid vasárnap este hatalmas meglepetésre 1-0-ás vereséget szenvedett a fordulót megelőzően a tabella utolsó helyén álló Rayo Vallecano otthonában. A királyiak trénere Zinedine Zidane rendkívül csalódott volt az eredmény miatt, és a mérkőzés követő sajtótájékoztatón tőle talán szokatlan módon saját labdarúgóit is kemény kritikákkal illette. A francia edző elmondta, semmilyen pozitívumot nem látott együttese játékában, hiszen játékosai semmit nem csináltak a 90 perc alatt, és semmit nem tettek annak érdekében, hogy megnyerjék a találkozót. Mindemellett a saját felelősségét is elismerte, és csapata nevében elnézést kért mind a klubtól, mind a szurkolóktól.
Mindig megvédem a játékosaimat, de ma nem teszem. A Real Madrid soha nem játszhat így. Nyilatkozta a tréner, aki arra a kérdésre, hogy megbánta-e, hogy a szezon közben újra elvállalta a Real Madrid irányítását, határozott nemmel válaszolt, mivel szerinte az ehhez hasonló nehéz pillanatok is segítenek neki a fejlődésben. A jelenlévő újságírók arról is megkérdezték, hogy a mérkőzésen rendkívül gyengén teljesítő Gareth Bale vajon eléggé koncentrált-e. Meglepő módon Zidane nem védte meg a Velsi klasszist, ehelyett azt válaszolta, hogy erről inkább Bale-t kellene megkérdezni ők. A beszámolók szerint a 29 éves szélső a Vallecano elleni produktumával végképp kiesett Zidane kegyeiből, így nyáron biztosra vehető a távozása. De hasonló sorsra juthat Marcelo, Luka Modric, Marcos Llorente és Dani Ceballos is, akik szintúgy pályára léptek a vasárnapi találkozón, és egytől egyig csapnivalóan játszottak. A Marca egyik tegnapi cikkében egyébként arról írt, hogy Zidane szezon közbeni kinevezése nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Mert hogy a cél az volt, hogy a francia szakember az idény hátralévő részében formába hozza a gyengén teljesítő kulcsembereket, de immár kijelenthető, hogy ez bizony nem sikerült neki. Ahogy ez nem ment korábban Julen Lopeteginek és Santiago Solarinak sem. A Marca emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy olyannyira nem javult Zidannel a Real játéka, hogyha csak a francia tréner irányításával lejátszott fordulókat nézzük, akkor az együttes nem lenne benne az első négyben. Ez pedig arra utal, hogy talán mégsem az edzőkön múlt a Real idei gyengébb szereplése, sokkal inkább a játékosokon. Alap szerint emiatt a nyáron a tervezetnél sokkal nagyobb változások, illetve változtatások várhatók a játékos keretben. Ha tetszett a videó, akkor nyomj rá egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. További focis tartalmakért pedig látogass el a Tiki Taka TV Facebook, illetve Instagram oldalára is.